Kedves vendégeink! A Fazekas Mihály Gimnázium rendhagyó szalagtűző ünnepéjén tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm az iskola vezetését, a megjelent tanárainkat, és természetesen a főszereplőket, a 12. F osztályt. Elsőként kérem, hallgassuk meg Aranyi Imre, intézményvezető úr ünnepi beszédét. Kedves 12. F-osztályos tanulók, kedves dr. Rákosi Marian, osztályfőnök. Köszöntelek benneteket a Fazekas Mihály Gimnázium tantestületének nevében ezen az egyedi szalagtűző ünnepségen. Az iskola vezetése minden év augusztusában megtervezi, meg szokta tervezni a tanévnek az eseményeit, a rendjét, megjelöljük az ünnepségek időpontját, a felelősöket. Úgy gondoltuk, hogy 2020. októberében a Hódos sportcsarnokban rendezzük meg a vézőksök számára a szalagavató ünnepséget. A kialakult világjárvány azonban jelentősen átírta a forgatókönyvet. Most nem azon vitatkozunk, hogy hány érdeklődő jöhet be az ünnepségre, hanem azon, hogy egyáltalán megkerüljön-e rendezés, vagy milyen formában kerüljön megrendezésre. A járvány kimenetele nagyon bizonytalan. Ezért megértve a végzősöknek a kérését, a ti kéréseteket, úgy döntöttünk, hogy ha szerényebb körülmények között is, de mindenképpen megkapjátok a szalagot, ami jelzi, hogy utolsó éveteket töltitek a debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumban. Kedves diákok! Ti lettetek gimnáziumunk legidősebb diákjai. Ti vagytok azok, akikre a kicsik felnéznek, ti vagytok azok, akik példaképekké váltatok. Napjainkban felértékelődött az egymás iránti bizalom, a körültekintés, a féltő gondoskodás szerepe. 1873-ban történt alapításunk óta kölcsönös bizalom, a szoros összetartozás, a tisztességes munka jellemi munkánkat. Elsődleges feladatunk, hogy fölkészítsünk benneteket az érettségi vizsgára, a felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra. Az itt folyó tehetséggondozó munkának a színvonalát jelzi, hogy az elmúlt évben 39 tanulón került be az országos középiskolai tanulmányi verseny döntőjébe, és ért el kiemelkedő eredményeket. Két tanulónk, kémiából és informatikából, a Nemzetközi Tanulmányi Diákolimpián ért el kiemelkedő eredményeket, amellyel dicsőséget szerzett magának, gimnáziumunknak, Debrecennek, Magyarországnak. Ezekkel az eredményekkel a térség legeredményesebben szereplő iskolájává váltunk. Ezt igazolja a most megjelent HVG rangsor is, amelyben iskolánk a országos 13. helyen áll, a vidéki gimnáziumok között pedig a 3. helyen. Ez a ti eredményetek, köszönjük nektek! Kedves diákok! Itt a ősi falak között hamarosan egy szalagot kaptok. A szalag jelzi, hogy utolsó éveteket töltitek a Fazekas Mihály Gimnáziumban, Debrecen legrégebbi állami önkormányzati fenntartású gimnáziumában. Gimnáziumunk diákjai hagyományosan egy kék-sárga színű szalagot kapnak, amely egy jelkép. Ez a jelkép utal a városra, a reáliskolára, az egymást követő nemzedékekre, az összetartozásra, a hagyományokra. A szalag egyben figyelmeztet is benneteket. Viselőjének jelzi, hogy hamarosan komoly döntéseket kell hozni, hiszen el kell dönteni, hogyan tovább. Itt a középiskolában megtanultátok, hogy tartós eredményeket csak nagyon kemény munkával lehet elérni. A tudás megszerzése nem könnyű feladat, de ha megszereztétek, ezt senki nem veheti el tőletek. Gondoljatok elődeink iskolazászlóra hímzett hitvallására, a műveltség erő és hatalom.
Mi tanítók csak a tudás ajtaját tudjuk megnyitni előttetek, ezen az ajtón belépnetek nektek kell. És ne ijedjetek meg a kihívásoktól, az esetleges kudarcoktól, hiszen mindenki tudja, hogy nincs olyan sikerhez vezető út, amely ne lenne meg annyi tanulságos kudarccal szegélyezve. És most ebben a különleges pillanatban ne feledkezzünk meg a szülőkről, nagyszülőkről, akik segítettek benneteket abban, hogy ide eljussatok. Köszönjük nekik azt a szerető gondoskodást, azt a sok-sok munkát, amely nélkül most nem állhatnátok itt. Kedves diákok, legyetek büszkék arra, hogy a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium diákjai vagytok. Viseljétek úgy ezt a szalagot az iskolában, az iskolán kívül, ahogy az ország egyik legjobb, legeredményesebb iskolájának diákjához illik. Az előttetek tornyosuló nehézségektől ne ijedjetek meg, bízzatok a jövőben, bízzatok magatokban, hiszen olyan tudást, olyan tartást kaptatok az itt eltöltött évek alatt, melynek birtokában sikeresen tudjátok venni az előttetek lévő akadályokat. Ehhez kívánok én erőt, kitartást a gimnáziumunk valamennyi dolgozója és diákja nevében. Sok sikert nektek! Köszönöm szépen! Az esőt felszárítani úgysem tudod, a szelet megfordítani úgysem tudod, ujjaid közül a kor úgy száll, mint szürke bor, és a perc oldja el. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyom. Sem tudod, az érzést elhallgattatni úgy sem tudod, ujjaid közül a kor úgy száll, mint szürke por, és a perc orgya el. Vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot visszahozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyom. Azért vannak a jó barátok, hogy a rég elvesztett álmot hozzák néked majd egy szép napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyom. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságot visszaidézzék egy fázós alkonyom. Dajkema Zsófia, Erdei Vanda és Juhász Gergely 10. B osztályos diákok előadásában az Azért vannak a jó barátok című Máté Péter dalt hallottuk. Most az osztály videója következik.
melyel az iskolánkban töltött éveknek állítanak emléket. Kérjük, fogadjátok szeretettel. Mielőtt meghalok, szeretnék élni. Szeretnék utazni, és nem szeretnék félni. Egy lapokocsiba bejárni a világot. Ugye egy nyári szünetelet Franciaország. Az ízek, imák és szeretet útján, megismerve sok más ember kultúrát. Szeretnék szabadon futni és szállni. Sok-sok év után valahol megállni. Egy szép életet nagy mosollyal zárni. Szeretnék bulizni, koncerteket nézni. Fesztiválokon beba. Bebarangolni szép helyeket, láncidakat, hegyeket, a hosszú esték után napfelkeltét nézhetek. Mutasd meg a barátaidat, és én megmutatom a jövődet. Mielőtt meghalok, szeretnék élni. Szeretnék sikeres karriert megélni. Egyszer egy olimpián versenyezni. Szeretnék nyitni egy tenisz akadémiát. Egy ruha kollekciót, amit majd mindenki lehet. Egy kutyafarmot, ahol el tudok kezdeni. Minden egyes nap életeket menteni. Mielőtt meghalok, szeretnék élni. Unokákkal táncolni. Lajhártal elgetni. Megtalálni az igaz szerelmet. Vagy egy kicsit csak élvezni az életet. A kirakatban látni saját regényemet, el szerették mondani egy olyan történetet, amelyben én vagyok és élem az életet. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody, this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I've put down in words how wonderful life is while you're sat on the roof and kicked out the moss. Well, a few of the verses, well, they got me quite cross. Anyway, the sun's been quite nice while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, you're so the sweetest. Feltűzi a szalagot a 12. F osztály osztályfőnökének, dr. Rákosi Marianna tanárnőnek. A 12. F osztály diákjai dr. Rákosi Marianna osztályfőnöktől kapják meg a szalagot. Az osztály tanulói: Háger Adéa, Herz Lili, Vince Carmen,
Anderkó Panna. Nagy Fruzsina Brigitta. Berki Nikoletta. Komisár Lilla. Lénárt Emese. Burai Kincső. Kardos Nikolett. Újlaki Tamás. Ludányi Anna Boglárka. Tarnóci Zsófia. Penc Nándor László. Germán Réka. Gábor Emese. Margitai Máté László. Zilai Sharon. Fekete Anna. Józsa Milán. Szilágyi Kamilla. Veres Anna Nóra. Halász Bence. Hudák Nikolett. Kovács Korinna. Kuster Gábor. Tikász Dóra. Bodnár Sára. Kosina Dávid. Szilágyi Fanni. Császár Zsófia. Nagy Nándor. Császár Orsolya. Major Dénes.
Gratulálunk a végzős diákoknak és osztályfőnöküknek. Kívánunk nekik sikeres felkészülést a közelgő érettségi vizsgájukra, és mindenekelőtt jó egészséget, sok erőt és optimizmust az iskola egész közösségének az előttünk álló időszakra. Ezzel szalagtűzünk véget ért, mi elköszönünk, viszontlátásra!